Nyilvánvaló, hogy a gazdasági válság idején a művészet, a kultúra, az oktatás, az egészségügy, de elsősorban a kultúra, az épített környezet az, amelyből forrásokat vonnak ki, arra hivatkozva, hogy gazdasági válság van. Ettől a valódi értékteremtés lelassul, az élet pedig elsivárosodik. Ennek a mostani lépésnek, ennek a mostani programnak, amelyet a kiemelt beruházások jelentenek, egy nagyon-nagyon komoly üzenete van. Egyrészt azt, hogy akármilyen gazdasági válság van, a nemzet felemelkedéséről, szellem és kulturális felemelkedéséről nem mondunk le. Tulajdonképpen erről van szó. Most igazándiból ezek az építkezések a gazdasági válság idején is értéket teremtenek, mert hogy nem csak kenyérrel él az ember. Vannak épületeink, akár a Ludovika, akár a Budai Vár, gyakorlatilag évtizedek óta ott van lepusztulva, nagyva, rontva a városképet, miközben Budapest egyik legszebb részén óriási vonzerőt gyakorolhatnának. Azt gondolom, hogy ettől Budapest olyan vonzerőt fog produkálni, amely mindenféleképpen nagyságrendeket javítva behozza a ráfordított költségeket.